Vidám gyermekzsivajtól hangos a városi strandfürdő, sokan töltik itt el a vakáció utolsó pillanatait. Még néhány nap hátra van a szünidőből, azonban nem árt időben elkezdeni a gyermekek felkészítését az iskolára. A hosszú szünet után nem könnyű egyik napról a másikra átállniuk a kötött napirendre, az iskola az órai szabályok követésére a gyerekeknek. Az egyik legfontosabb dolog, amivel csökkenthetjük a tanévkezdéssel gyakran együttjáró idegeskedést és stresszt, ha hozzászoktatjuk a gyermeket a rendszeres lefekvéshez és felkeléshez, tanácsolják a szakemberek. Ahhoz, hogy lelkileg, testileg épségben átálljanak tulajdonképpen erre az új időszakra. Erre nagyon fontos, hogy egy nagyon jó szervezéssel azért odafigyeljen a szülő, és hát ennek ugye vannak azért konkrét esetei, így például, hát említettem az alvásnak a teljesen megváltozását, hát most már azért illő lenne a gyermeket reggel időben felébreszteni, hogy az a napi rend kialakuljon, ami eddig volt, tehát nyilván az iskola kezdésnél ne úgy kezdődjön a dolog, hogy rögtön elalszunk és kapkodni kell. Emellett a napirendbe ismét be kell iktatni a nyári szünetben megszokottakhoz képest korai reggelizést, az iskolára hangolódás gyanánt pedig jól jön a tantárgyi alapozás, az ismétlés is. Új tananyag, új órák. Attila idén 8. osztályos, a fiú is megkezdte már a felkészülést az iskola kezdésre. Úgy, hogy mindenre jusson egy kis idő. Tehát tanulásra, ugye, most az nekem a legfontosabb, hát... Remélem, minden jól sikerül. Mindent beosztottam magamnak. Tanulok, barátaimmal is el vagyok. Minden. Szerintem ez így jó. Ha a gyermekünk most kezdi az első osztályt, akkor nagyon hasznos, ha együtt még az iskola kezdés előtt bemegyünk vele a suliba, és szétnézünk, körüljárjuk kívül belül az épületet, megkeressük együtt a mosdót, a tantermet, a tornatermet, az étkezőt, hogy minél otthonosabban mozogjon a gyermek az első iskolai napon. A közlekedési szabályokra is fontos felhívni gyermekünk figyelmét.